nagy iramú színvonalas mérkőzés volt. Nagyon szép gólok estek, sajnos a harmadikat nem tudtuk belőni. Megvoltak a helyzeteink, egy kicsit koncentráltabbnak kellett volna lennünk, meg egy picit szerencse is kellett volna hozzá. Kétszer viszont sikerült felállni abból, hogy az ellenfél vezetéshez jutott, ráadásul úgy, hogy önök játszanak hazai pályán. Igen, hát az ellenfélnek adtunk két gólpasszt tulajdonképpen, az első is rólunk pattant vissza a Kalmár elé, aki belőtt a kapu elé a labdát, és ott a Pátkainak már könnyű dolga volt, ha jól tudom a Pátkainak, a másodiknál pedig ugye a Korut Misi kiszerette volna rúgni a labdát, és a Stresnikre rápattant, és előtte maradt a labda. Azt mondom, hogy mi előttünk adott az első nagy helyzet, már rögtön a mérkőzés elején, hogy a Dalibor egybe lépett ki a kapussal szembe, lőttünk kapufát is. Én azt mondom, hogy voltak események a mérkőzésen. Egy pici gól kellett volna nekünk ahhoz, hogy igazából boldogok legyünk, de én azt mondom, hogy egy nagyon jó mérkőzés volt. Egy ilyen korai gól azért sok esetben meg tudja zavarni az ellenfél csapatát. Ez itt a mai mérkőzésen legalábbis kívülről nekem egyáltalán nem látszott. Ön mit gondolt a kispadon akkor, amikor az megszületett? Nem, én éreztem a csapatban az erőt tulajdonképpen, tehát jól kezdtük a mérkőzést, nekünk kellett volna vezetni 2 góllal, aztán erre föl ugye kimaradtak, és jött az ellenfélnek ez a gólja, amit még egyszer mondom, mi ajándékoztunk nekik, de végig éreztem a csapatban azt az erőt, hogy igenis győzelemre játszunk, és meg tudják fordítani az eredményt. X-re sikerült, sajnos elfogyott az idő. Így utólag, hogy játszottunk ugye majdnem egy órát ember hátrányba a Debrecen ellen, azt mondom, hogy úgy elégedett vagyok, de megmondom őszintén, azért megnéztem volna 11-11 ellen, tehát úgy azért más lett volna. Hát láthattuk ezt az első fél időben, hogy ment 11-11 ellen. Igen, én azt gondolom, hogy jól játszottunk, nagyon sajnálom, hogy ennek már nem fogunk soha a végére járni. Nem tudom, hogy kiállítás volt-e, vagy nem volt, ez majd el fog dőlni. A lényeg az, hogy azért vannak olyan játékosaink, akik 10 emberrel is hősként tudnak küzdeni az utolsó percig. Én azt gondolom, hogy erre azért lehet építeni. Mi az, amivel még elégedett lehetsz a mai játék alapján? Rúgtunk ki egy gyönyörű szép gólt akcióból, a Debrecen mind a két gólját pontrugásból rúgta, ami ugye nem volna semmit az értékéből, de voltak olyan akcióink, amíg teljes létszámban voltunk, ami nagyon jó volt, hozzá kell tennem, a Debrecen egy nagyon jó csapat, úgyhogy azt gondolom, hogy végül is jó ez így, sajnos.